Jó estét kívánok! Önök a Miértet, a Somogy TV napi aktuális műsorát látják. Aláírásgyűjtésbe kezdtek a kormánypártok a rezsicsökkentés mellett, mert a bíróság első fokon a szolgáltatóknak adott igazat. Közben a parlament újabb törvényekkel próbálta biztosítani a gáz, az áram és a távfűtés korábban elfogadott 10%-os csökkentését. De vajon aláírásgyűjtéssel felül lehet-e írni bírósági döntéseket? Milyen újabb törvényekre van szükség? Mit jelent a hétköznapi embereknek a rezsicsökkentés? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk Vargáné Friss Judittal, a Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesületének elnökével, és Gelencsér Attila, Fideszes országgyűlési képviselővel. Jó estét kívánok önöknek is! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát képviselő úr, először önhöz fordulnék, mert mielőtt mindezekről beszélnénk, talán érdemes lenne egy kicsit visszamenni a múltba. Ma már mindenki tudja, hogy a energiaszektor privatizációja az egy nagyon rossz folyamat volt. Milyen terhet rótt ez Magyarországra? 1000 milliárd forintos terhet rótt a magyar családokra. Hon Kunce kormány idején 1995-ben Zuchmann Tamás által vezetett privatizáció az 8%-os garantált nyereséget biztosította a vásárlófélnek. És egyébként a múlt heti rossz időjárás után bekövetkezett áramkimaradásokról a belügyminiszter tájékoztatást adott a parlamentben, és szinte normális észre elképzelhetetlen, hogy a privatizáció túl azon, hogy 1000 milliárdos hasznot, nyereséget hozott az elmúlt években, semmilyen komoly feltételt nem támasztott a vevő számára, külföldi szolgáltató számára. Egészen konkrétan nincsenek szakembereik az ilyen baj esetére, nincsenek eszközeik a problémás időszakra, és ha hiszi, ha nem, még egy térképük sincsen, hogy merre mennek a vezetékek. És akkor nem beszélek arról, hogy az egyébként Nyugat-Európa által védett külföldi szolgáltató, az Nyugat-Európában már rég a föld alá helyezte a légkábeleket, Magyarországon elfelejtett fejleszteni, elfelejtette Magyarországot felzárkóztatni Európához, csak most, amikor úgy érzi, hogy a nyereség veszélyben forog, most nyitja ki a száját. Európai összehasonlításban mekkora terhet viseltek a magyar fogyasztók? Minden ötödik család, 2 millió ember körülbelül az összes bevételének az egyharmadát rezsire volt kénytelen költeni. Bajnokok vagyunk Európában abban a tekintetben, hogy a magyar családok a bevételükhöz, a vásárló erejükhöz képest mennyit költenek rezsire. Na, ebből volt elég, ezen szeretnénk változtatni. Mekkora pluszt jelent a magyar családoknak az, ami most történik, ez a rezsicsökkentés? Biztosan nagyon sok plusz jelent, 1, 2, 3, 4, 5 fős családokba különböző összeget. Úgy nagyjából átszámoltam, mielőtt ide erre az interjúra vállalkoztam, hogy körülbelül havi 4-5 ezer forintos megtakarítást, és az évi forgalomban ez nagyon jelentős összeg, azt hiszem mindenkinek. Mert szerintem a hétköznapi ember úgy gondolkodik, legalábbis úgy kéne gondolkodnia, hogy sok kicsi sokra megy. Kicsit múltidézéssel kezdtük a beszélgetést, most megint egy picit erre kérném, hogy menjünk vissza a múltba, hogy ön jól ismeri a lakótelepen élőket. Hogy mivel járt az, hogy évről évre nőtt a gáznak, az áramnak, a távfűtésnek az ára? Tehát miről kellett lemondani? Vagy ez benne volt a családok költségvetésében, hogy folyamatosan emelkedik, és ezt nekünk fedeznünk kell? Én 34 éve ott élek a lakótelepen családommal együtt, és nagyon nagy nehézséget okoz a rezsiköltség talán a legtöbb egy-egy háztartásnak, hiszen nem hiába sokan fordulnak önkormányzati segítségért. Tehát nagyon jelentős dolog ez az összeg is, ez a 10%-os összeg, hiszen nézzük meg a távfűtésszámlát, nézzük meg a vízszámlát, a villanyszámlát, mindegyikből ez a 10% nagyon sokat jelent, mert a családoktól az élelmiszer az a legnagyobb még a rezsiköltség mellett. Tehát nyilvánvalóan hol tudtunk spórolni, egyedül az élelmiszeren, hogy kevesebb jutott a családoknak, hiszen a rezsiköltséget ha kellett, ha nem, fizetni kellett. Mielőtt áttérnénk az aláírásgyűjtésre, hogy az ellenzék az folyamatosan azzal bombázza és bírálja önöket, hogy ez a rezsicsökkentés ez igazságtalan, mert hogy ugyanúgy kedvez a gazdagoknak is, mint a szegényeknek. Tehát ők azt mondják, hogy egy differenciált rezsicsökkentés az igazságosabb lett volna. Mi erről a véleményük? Jó volna, ha tudnánk úgy beszélgetni, hogy nem kell bántani más magyar embereket. Nekem sosincs ilyen szándékom, mikor ide leülök, de vérforraló
amit a magyar baloldal csinál. Lekicsinylő fúrása, forogása zajlik a rezsicsökkentésnek. És hát ők kényszerítenek minket gyakran rá, sőt mindig arra, hogy emlékeztessük az embereket, hogy mi történt az ő időszakukban. Lendvai Ildikó lassan mondta, nem fog nőni a gáz ára. Aztán 2006-ban megtudtuk Gyurcsánytól, hogy éjjel-nappal hazudtak. Ekkor jöttünk rá, hogy a gáz ár növekedésével kapcsolatban is nyilván ez történt. 15 alkalommal emelték az energiaárakat, duplájára, illetve háromszorosára a gáz, illetve az áramárát. És hát aztán olyan furcsa összefüggések budjantak ki az elmúlt napokban, hogy miközben 15-ször emelték az energiaárat, aközben a minimális tőkéből megvásárolt Motim ZRT Gyurcsány Ferenc tulajdonában zsíros állami megrendelésekkel hizlalta magát, és biztosít ma közel 100 millió forintos éves bevételt Gyurcsány Ferencnek, Bajnai Gordon jó barátjának. Ennek a cégnek 2008-ban ki tudta harcolni az akkori miniszterelnök és barátja Bajnai Gordon, hogy kedvezményes áron kapja a villanyáramot. Aláírásokat gyűjtenek. Mit remélnek, hogy hány aláírás gyűlik össze? Mikor lennének elégedettek ezzel? Ugye ön az előbb a felvezető kérdésben említette, hogy bírósági döntés született. Igen. És hogy vajon aláírás gyűjtéssel mit lehet tenni bírósági döntéssel szemben. Tehát ugye először is 2012. decemberében kezdődött a rezsicsökkentés története. 3 törvény, 11 minisztéri rendelet és még ennél is több energiahivatali határozat született. Most ezt követően az energiaszolgáltatók összefogtak a magyarországi baloldallal, de hozzá kell tennem egyébként, hogy a nemzetközi baloldal az mindig tüsténkedik ilyenkor, és nem azt mondják hazug módon persze, hogy a rezsicsökkentéssel van a bajuk, amikor külföldről Magyarországot bántják, hanem ilyenkor jönnek az álságos és megtévesztő demokrácia deficittel kapcsolatos alkotmányossággal, alkotmánymódosítással, vagy akár sajtószabadsággal kapcsolatos áltámadások. Minden mögött a gazdasági érdekek sérelme van, amit a baloldal és ezen szolgáltatók, bankok, pénzügyi körök voltak kénytelenek elszenvedni az elmúlt időszakban. A recept ugyanaz, nincs új a nap alatt. 2 évvel ezelőtt önnel itt arról beszélgettünk, hogy amikor a bankadót kifetettük, az egyébként elképesztő nyereségre szertett pénzügyi szektorra, akkor is jaj, veszélykelt a magyarországi baloldal. Tehát olyan, amikor a nyereségre szertevő szektorokat adóztatjuk, vagy ez esetben rezsicsökkentést kérünk, mint hogyha rálépnénk a baloldatjuk szemére, össze-vissza kiabál, persze mást mond, mint amit gondol. Vagyis a helyzet az az, hogy nem egy bírósági döntéssel szemben gyűjtünk aláírást, hanem a folyamatosan a pénzügyi körök, az energiaszolgáltatók barátságát kereső baloldal és nemzetközi támadásokkal szemben gyűjtünk aláírást, mint ahogyan egyébként szeretném önt emlékeztetni, hogy a magyar kormányt ért legnagyobb támadássorozat alkalmával egy pontos számot nem tudunk, de közel 500 000 erődemonstráció, ami a békemenet volt, az állította meg ezeket a támadásokat. Meglepetésként érte önöket egyébként, hogy bírósághoz fordultak ezek a cégek? Mi semmi nem lepődünk meg, sem ezen cégek, sem a magyarországi baloldal kapcsán. Nincs az, úgy látszik, hogy nincs az a Rubikon, amit alulról ne próbálnának meg feszegetni, vagy nincs az a szint, ami alá ne tudnának menni. Itt azt kell látni mindenkinek, hogyha nincs ennek a kormánynak kétharmada, és nem áll ma is komoly támogatotti bázis emögött a kormány mögött, akkor nincsen rezsicsökkentés. Tehát a dolog nem arról szól, hogy egy kétharmados törvénnyel lehet a rezsit csökkenteni, arról van szó, hogy az a kormány, amelyik mögül kiment a társadalmi támogatottság, az ilyen erőt nem tud felmutatni, azt kinevetik, nem tudok jobb szót mondani, nem veszik komolyan. A Fidesz most vasárnap elsőprő győzelmet aratott 3 önkormányzati választáson, úgyhogy a baloldal dilip darabjai az összes szavazattal együttvéve sem mérték utol a Fidesz jelöltjét. Na ez az erő. Na most az aláírásgyűjtés nem másról szól, mint erő demonstrációról. Ha nem állnak mögöttünk a magyarok a rezsicsökkentés tekintetében, akkor nem lesz erőnk végrehajtani. Erre majd egyszer, erre még visszatérnék egy kicsit később, csak aláírásokat gyűjtenek.
Önök hogyan csatlakoznak ehhez az aláírásgyűjtéshez? Részt vesznek benne? Én először az előbbi kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Én úgy tudom, hogy Magyarországon volt egy jó időszak, míg a régi-régi múlt, ahol nagyon sok lakótelep épült, tehát az emberek jelentős, nem tudom hány millió ember él Magyarországon lakótelepen, hasonló négyzetméterű lakásba. Tehát a legrosszabb indulattal se lehet mondani, hogy bárki ott gazdagon vagy fényűzően él. Tehát a rezsiköltségek hasonlóak, tehát nagy eltérések nincsenek, teljesen mindegy, hogy hányan laknak abba a lakásba. A másik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy mindenkinek nagyon jó dolog ez, az aláírásgyűjtésekről. Teljesen önkéntesen kapcsolódunk ehhez. Jó páran vagyunk az egyesület tagjai közül, és senkibe nem merült az föl, hogy ne gyűjtse az aláírást elsősorban a közvetlen környezetében. Na most ez az aláírás nem pártfüggő. A rezsicsökkentés, a rezsinek a kifizetése nem pártfüggő, tehát gyakorlatilag minden embert érint ez a dolog. Tehát akkor nem csak arról van szó, hogy egyenként aláírják, hanem akkor az önök egyesülete gyűjti is az aláírásokat, ugye? Tehát az igen, az egyesületünk tagjai gyűjtik az aláírásokat. Na most kétféle módon gyűjtjük az aláírásokat. Általában az egyesület tagjai a saját lakókörnyezetükben, illetve standolással meg fogjuk nézni, hogy hol járnak többen, és megpróbáljuk az embereket meggyőzni erről, hogy érdemes, ha bár szerintem talán győzködni nem is kellene. Ön ismeri a lakótelepen élőknek a véleményét, mert hát ön is ott él. Igen. Az emberek mit szólnak ahhoz, hogy az energiaszolgáltatók bírósághoz fordultak? Hát én ezt nem tudom pontosan önnek mondani, hiszen az emberek egy része valójában egy kicsit tájékozatlan ebben a dologban. Akit ismerőseim közül megkérdeztem, ők föl vannak háborodva, illetve az emberek egy része nem is igazán érti, hogy miről van szó. Tehát nem tudják, hogy miért fordultak bírósághoz? Tehát tulajdonképpen igen, megkockáztatom ezt az állítást, hogy tulajdonképpen az emberek egy része nem tudja, miért fordultak bírósághoz. Tehát nem látják igazán ez az áramszolgáltató, állam. Nekem mindig is gondom van azzal, hogy az emberek egy jelentős hányada nem ismeri valójában az állam működését. Már elnézést, hogy ezt mondom. Az előbb ugye, amit kérdeztem, azért tettem fel azt a kérdést, hogy nem szóltak előre a cégek, mert hogy ennek korábban is híre volt. Tehát amikor a bankadóról volt szó, akkor a bankok azért előre jelezték, hogy ezzel kapcsolatban nekik problémájuk vannak. A miniszterelnök úr számtalanszor elmondta, hogy majd rezsicsökkentés lesz. Tehát ez nem érhette őket váratlanul ez a dolog. Nem volt egyeztetés, tehát nem kezdeményeztek ők egyeztetést a bírósági tárgyalás, illetve a bírósághoz fordulás előtt? Én erről nem tudok. Tehát magyarán akkor ez tényleg így hidegzuhanyként érte a kormányzatot és meg a parlamentet is ez a lépésük. Nem tudom róla, ezt inkább a kormányt kellene megkérdezni. Mi ilyenről képviselőként nem kapunk tájékoztatást, hogy a közműszolgáltató bíróság kontra kormány között milyen párbeszéd van. Független magyar bíróság teszi a dolgát, még az ítélet ugyan felháborító, életemben nem bíráltam bírósági ítéletet, mert ez nem helyes, de akkor sem tudok mit mondani. Itt egy népről van szó, aki elképesztő nehézségekkel küzd, és van egy kormány, aki Európában idehaza mindenütt küzd az emberekért, és egy bírósági ítélet pedig ezzel szembe megy, ezért kellenek az aláírások. Szó volt arról, valahol olvastam, hogy körülbelül ilyen 1 millió aláírást remélnek ettől az aláírásgyűjtéstől. Újra visszahoznám a bevezetőben említett kérdést, hogy ezzel felül lehet írni egy bírósági ítéletet, vagy pedig a parlament azért tovább fog lépni, és olyan törvényeket fog hozni, amely után aztán a bíróság nem is ítélhet másként. Lehet, hogy nem voltam az előbb egyértelmű. Aláírásgyűjtéssel nem lehet bírósági ítéletet felülírni. Ilyenről szó sincsen. A parlament, illetve a kormány teszi a dolgát, megkeressük a lehetőséget. Ma egyébként rezsicsökkentéssel kapcsolatos szavazástól jövök a parlamentből, tehát dolgozunk az ügyön, de itt a dolog nem csak arról van szó, hogy egy bíróság mit ítélt, arról is szó van, hogy a magyar baloldal összefog a szolgáltatókkal, és mindenféle egyéb támadásokat intéznek a magyar kormány és Magyarország ellen, ami gyengít minket, gyengíti a tárgyalási pozíciónkat. Az aláírásgyűjtés arról szól, hogy erősebb tárgyalási pozíciónk legyen, 2 millió aláírástól meghátrál az egész Európa.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy mennyire szól ez az aláírásgyűjtés, és mondjuk az egymilliós tömeg, mennyire üzenet ez Európának, az Uniónak? Mert hát ugye itt arról van szó, hogy a szolgáltatók többsége az ugye külföldi. Én szeretném megerősíteni az elnök urat ezzel az aláírással. Sokan tudjuk, hogy a harmadik hatalmi ág az önálló bíróság. Tehát nem az a cél, hogy bíróság. Nem is lehet, mert micsoda dolog volna, akkor bárki elkezd aláírásokat gyűjteni bármilyen címen, és a bíróság okmukfuk megváltoztatja. Tehát nem erről szól. Arról szól, hogy igenis a magyar emberek úgy gondolják, hogy egy csomó dologból elég volt, azért akik figyelik a híreket, és egy kicsit fülük van a politikához, illetve egy kicsit külföldre is odafigyelnek, akkor felháborítónak ítélték meg a bírósági ítéletet. Tehát úgy, ahogy az elnök úr mondta, tehát egy társadalomnak kell mögé állni ennek a dolognak, és hogyha egy társadalom mögé áll, mondjuk 1-2 millió aláírással, annak súlya van, független attól, hogy nem hiszem, hogy ettől a bíróság nyilvánvalóan megváltoztatja a saját ítéletét. Ez egy nagyon jó kifejezés, hogy súlya van, Európában is súlya van? Tehát azért ez uniónak is üzenet, ez az 1 millió várható aláírás? Ahogy a békemenet is az volt, és azonnal elhallgattak a szirén hangok. Úgy ez is az lesz. Ön az előbb említette, hogy az embereknek egy része az sajnos nem követi ugye a politikát, a társadalomban történő változásokat. Az egyesületük az mit tehet ezért, hogy tényleg az emberek odafigyeljenek arra, ami a legfontosabbról az életükről szól? Az egyesület önmagában nem tehet erről semmit sem. Ha arra szerveződött ez az egyesület 6 évvel ezelőtt, hogy közösséget épít, megpróbálja a lakótelepi embereket egymáshoz közelebb vinni. Tehát mi politikával közvetetten sem foglalkozunk, de azt, hogy az egyik szomszéd szobál a másikkal, és megbeszéli a világ dolgait, és aki egy kicsit jobban odafigyel a dolgokra, el tudja magyarázni a másiknak, én úgy gondolom, hogy ez már sokat jelent. De itt nem politikáról van szó, hanem napi húsba vágó kérdésekről van szó. Igen, mégiscsak azt azért mindegyikünk tudja, hogy a napjaink kicsit átpolitizáltak. Tehát az emberek egy része úgy gondolja, hogy a Fidesz most kezdeményezett valamit, és ez a dolog nem jó. A másik, aki egy kicsit Fidesz szimpatizáns, azt mondja, hogy nagyon jó. Tehát azt kell az emberekkel megértetni, hogy ez nem politika függő. A fizetés, a rezsiköltség, az nem politika függő dolog. És ha valami jó, elnézést, hogy közbeszólok, azt természetesen támogatni kell. Most micsoda dolog volna, hogy magam ellen azt mondom, hogy én már nem fizetem, inkább számoljanak rá még 10%-ot a dolgokra. Ugye képviselő úr, ön az elmúlt időszakban is nagyon sokszor kiment egyébként lakótelepre, kisebb településekre az emberek közé. Hogy érzi, hogy az emberek most már érzik azt, hogy mi az, ami fontos kérdés, mi az, ami nem politika, hanem ami tényleg valóban őróluk szól? Egyre inkább átlátnak a szitán. Egészen elképesztő. Kellett ez a 3 év tanulási folyamat. Sorba nap mint nap, hétről hétre estek le a tantuszok, hogy függnek össze a világ dolgai. Hogyan van az, amikor megszólal az Európa Tanács, Brüsszel, Barroso vagy Cohn-Bendit, és egyébként amögött milyen összefüggések vannak. Én nagyon komoly véleményeket hallok az emberek részéről, de mondjak önnek egy kis pici somogyi példát. Arról, hogy amikor valaki fanyalog, az teljesen nyilvánvalóan a szolgáltatók és a baloldal oldalán áll. Én elmentem a múlt héten egy baráti házaspárhoz, akinek 3 gyermeke van, és a sajtót is tájékoztattuk róla. A mai napon a megye uralkodó napilapja jegyzetben ironizált rajtam. A helyzet az, hogy ez a legnagyobb árulkodó jel, hogy a megye uralkodó napilapja az kinek az oldalán áll. Nem az emberek oldalán, hanem a szolgáltatók és a baloldal oldalán áll. Igen, hát mondjuk ezt önök megkapják bírálatként ennek kapcsán is, tehát az aláírásgyűjtés kapcsán is, hogy ez egy kommunikációs eszköz, amit most tesznek. Az emberek hogy értékelik? Ők is azt gondolják? Tehát, hogy ez egy kommunikációs eszköz csak? Azért nem úgy gondolják, mert megkapták a számláikat. Megkaptak egy tiszta számlaképet, amin eddig el sem tudtak igazodni. Most azt látják, hogy kezd egyre érthetőbbé válni, miért is fizetnek, mennyit fogyasztottak, és oda van írva egy vastag sorban, hogy ennyivel olcsóbb. Szerkesztőre egy pillanat, hadd mondjak ehhez valamit, hogy én is, amikor megkaptam a számlát, vagy ön, és meglátja,
így visszahőköltem, hogy te Úram Isten, mennyi mindenért fizetek. Igen. Na most ez a számla egyre világosabb lesz, egyre kevesebb tételt tartalmaz. Ráadásul azt is el kell mondani, az igazsághoz hozzátartozik, hogyha látta ön is az újabb számlát. Egyrészt nagyon örültünk neki, hogy a távfűtéses számla mögött volt a polgármester úr levele, ahol tájékoztatott bennünket a rezsicsökkentésről, és teljesen világosan rajta volt, hogy ő ennyi fizetett volna, és ennyi a kettő között a különbség. Ez tiszta és világos beszéd, és egy példát hadd mondjak el, mert mielőtt én idejöttem, egy kicsit az egyesület tagjait megszondáztattam, hogy mégis akivel beszéltek, illetve gyűjtötték az aláírás, ki mit mondott, egyáltalán hogyan álltak rá. Általában pozitívan álltak hozzá az emberek, és volt olyan is, akit meg kellett győzni arról, és nagyon ügyesek a hölgyek és urak, hogy hát akkor vegyük elő a tavalyi számlát, mondjuk a decemberit, novemberit, illetve nézzük meg a mostanit. És volt, aki rájött, hogy jé, tényleg 10%-kal kevesebb. Hát igen, mert az emberek nem szoktak ahhoz, hogy a számlát olvasgassák, amúgy se értették volna meg, mert annyi féle tétel hát volt ott. Hát ő se olvasgatja. Nem. Ránézés elájul. Igen. Tehát az mindenképpen jó, hogyha már egy világos átlátható, és igen, mondjuk jóval kevesebb tétel szerepel. Ez is a privatizáció problémája, amivel a beszélgetést kezdtük. 6 nap alatt pörgették le. És milyen analógiák, párhuzamok vannak? Hány nap alatt köttetett meg 2008-ban Bajnai és Gyurcsány és az Nemzetközi Valuta Alap közti megállapodás? Néma csöndben, fű alatt, az emberek által nem ismert módon, mindenféle Magyarország totálisan kedvezőtlen formában, 4 év alatt visszafizetendő módon a nyugdíjak, a bérek kárára. Ugyanez történt 95-ben, tehát azt is mondhatnám, hogy ők nem változnak. Mindig ilyenek maradnak. És ha megenged egy, nem kérdezte, de szeretném elmondani, hogy egy nagyon fontos összefüggés. Bizonyára emlékszik Judit is, meg a szerkesztő úr is arra, amikor a gáztározók megvásárlásának az ügye elhangzott a parlamentben. Ki támadta legarrogánsabban? Az MSZP. Mesterházi, Bajnai, Gyurcsány kiáll, üvölt. Miért is akarja a magyar kormány ezt? Hát nagyon egyszerű. Ma a magyarországi energia árakról németek tárgyalnak az oroszokkal. Hát ez a magyar vircsaft. A tárgyaló asztalnál sem ülünk ott. És amikor valaki azt mondja, hogy jó, erre arra áldozni kéne, hogy visszaszerezzük a szuverenitásunkat, a döntés jogát, és ha kell, akkor gáztározókat veszünk vissza. Ehhez kik szólalnak meg először? A baloldal. Most egy nagyon jó végszót adott nekem, mert erre rá akartam kérdezni, hogy hova fut ki ez az egész folyamat egyébként? Tehát mi lesz a várható vége ennek? Tehát először is, ha megfelelő számú aláírás összejön, Kaposváron is egyébként, és Magyarországon is én milliónál többet gondolok, akkor ez meghátrálásra kényszeríti az ellenfeleket. Ellenfelek alatt értem, multinacionális nemzetközi cégek és a baloldal szimbiózisa. Ezen kívül, ha a gáztározókat megbesszük, akkor visszakerülünk a tárgyalóasztalhoz, és Magyarország elkezdhet végre egy olyan önálló utat járni, hogy saját maga határozza meg a magyarországi rezsiköltségeket. Azért kérdeztem mindezt, mert hogyha mondjuk én vagy ön a cég képviselője, az adott cég képviselője vagy vezetője lennék, akkor én is bírósághoz fordultam volna valószínűleg, mert hogy hát a saját részvényeseinek az érdekeit védi. Most itt össze fog gyűlni majd 1 millió, 1,5 millió, nem tudjuk mennyi aláírás, ennek valószínűleg valóban nagy súlya lesz, de a cégeknek a jól megfontolt, mondjuk gazdasági érdeke, az nem biztos, hogy azt kívánja, hogy visszavonulót folyjanak. Tehát először is 1000 milliárd forint a bevallott, a könyvekből látszó nyereség. Ebben nincsen benne az, amit eltitkoltak. Tehát konkrétan nem is tudjuk, hogy mennyi pénzt vittek haza. Nem vagyok benne biztos, hogy ön egyébként bírósághoz fordult volna, mert ön rendes ember. De ez nagyon nagy különbség. De hát ez egy nagyon nagy különbség. Tehát a pofátlanságnak is van határa, ezt így mondják mi felénk. És egyébként a helyzet az, hogyha fáj nekik nagyon minden, akkor lehet, hogy visszaadják az egész energiaszektort.
Erről már azért folytak tárgyalások, nincsenek ugye? Tárgyalások, csak hogyha ez a bizonyos nemzetközi érdekrendszer nagyon elfárad a magyar erőtől, értem a magyar erő alatt a 2 milliós aláírást, akkor lehet, hogy oly mértékben hátrál meg, hogy kivonul. De ezt a miniszterelnök úr már többször meglebegtette egyébként. Mi nekünk nincs ilyen célunk, egy korrekt szolgáltató, az rendben van, maradhat. Az unió az szabad áru, munkaerő és tőke áramlást biztosít a tagjai számára, tehát mi, ahogyan a bankoknak sem mondtuk, hogy menjenek el, maradjanak, csak korrekt elszámolás a barátság alapja. Mennyi idő van az aláírásgyűjtésre? 8 hét. És most hol tartanak? Már mérleget vontak, vagy még nem? Meghaladta a 2000-et Kaposváron. És mit remélne? Tehát mikor lenne elégedett itt a Kaposváron? 20 000-nél. Hát ebben gondolom, önök tudnak segíteni. Hát de legalábbis szeretném, hogyha így lenne, hogy az elnök úr mondta, én biztos vagyok benne, hogy sokan alá fogják kérni az éveket. Nem szoktam csalódni az emberekbe túlságosan sokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Én is nagyon köszönöm. Én is köszönöm. Nézőinek is köszönöm szépen a figyelmet, természetesen holnap is lesz miért, akkor is nézzék majd a Somogy Televízió műsorát, viszontlátásra!